A koronavírus jelenléte hazánkban nem okoz beszerzési problémákat sem az élelmiszer, sem a sütőiparban. Az értékesítésben azonban kihívás, hogy bár a lakosság fogyasztja a sütőipari termékeket, de a közétkeztető és vendéglátó egységek csökkentett működése nyomot hagy az ágazatban. Szállodák, szállodaláncok, különböző intézmények bezártak, ez jelentős mértékben éttermek, ez jelentős mértékben érinti ugye a sütőipari vállalkozásokat is. Én azt gondolom, hogy a sütőipari beszállítók forgalmát ez körülbelül egy olyan 15-20-25% körüli mértékben csökkentette. Sajnos nagyon sok olyan cég van, például budapesti vagy Pest környéki cégek, akik kimondottan a szállodáknak, a repülős cégeknek, a repülőtereknek szállítottak, tehát őket nagyon-nagyon erősen befolyásolja, illetve nagyon-nagyon erősen negatív irányba befolyásolja ez a dolog. Hát én azt gondolom egyébként, hogy amúgy is az egész sütőipar megsínlette nagyon erősen ezt a pandémiát, és hát itt most már mindenki próbál otthon kenyeret sütni. Az ágazat segítségre szorul. A kormány az élelmiszeripar szereplőinek is biztosította a járulékkedvezmény igénybevételének lehetőségét. Emellett a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 8 milliárd forint jut az élelmiszeriparnak, melyből egy egyszeri támogatásban részesülhetnek a szektor szereplői. A jelenlegi helyzet kezelése mellett a tervezés alatt álló 2021-2027-es EU-s források az ágazat fejlesztését biztosítják. Eredményt kell elérnünk abban, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban a sütőipari vállalkozások számára elérhetőek legyenek olyan pályázati források, amelyek a modernizációt, a digitalizációt és az automatizációt segítik elő. Itt a járvány számunkra megmutatta, hogy fontos az, hogy a vállalkozásaink több csatornán tudják a termékeiket értékesíteni, és ehhez az egyik legfontosabb dolog az, hogy gyakorlatilag saját sütőipari szakbolthálózatot tudjanak kialakítani. Ez volt egy nagyon fontos kérésünk a kormányzat fele, hogy a következő ciklusban ilyen irányú pályázatok jelenjenek meg, hogy a kollégáink ilyenekre tudjanak pályázni. A sütőipar a legnépesebb szakágazat az élelmiszeriparon belül. A szereplők döntő többsége mikro- és kisvállalkozás. A jövőre nézve elmondható, hogy előtérbe kerülnek a hagyományos, kovászos technológiák. Egyre több szereplő fordul az innovatív megoldások felé, mely mind a technológiai eljárásokban, mind a receptúrákon meglátszik. A hazai sütőiparban jelentős hagyományok vannak, ugyanakkor újítási, innovációs igény is felmerül a szereplők részéről. Ezt a nemzetközi trendek, a belső igények és az egészséges táplálkozás egyaránt megkövetelik.